Na, üdvözlök mindenkit újra itt a Satisfactory-ból. Nyomom a második epizódot. Ugye itt hagytuk abba, hogy egész nem is volt annyira tudatos a letelepülésem egyébként, de nem olyan rossz ez a plac, mert innen látjátok, ott van a kis mészkőlelőhely, ott a Jinjától nem látszik, ott van, de már kicsit látszik ott is a rézlelőhely, itt meg rögtön van két vaslelőhely is, tehát itt az elején tök jól el lehet mókerolni majd itt ezen a részen. Az alapdolgokat tök jól meg fogom tudni csinálni szerintem. Ki elégedett vagyok a kis helyemmel. Na, másszunk le innen, ha tudok valahogy. Így, oké. Azt nézzük meg, hol is hagytam abba. Ugye volt nekem olyan, hogy közben ránézek, hogy van-e hang, meg kép, meg minden. Jó, van minden. Oké, szuper. Miért ilyen? Így jó. Oké. Na. Azt mondja, hogy fejlesztés. Kell egy csomó cimentke. Az nem egy vészes dolog, meg a vaslemez sem olyan vészes dolog. Megnézem, hogy hogyan állunk ércügyileg. Aha, az kell bele. Vasérc mehet. Ide meg mehet a réz. Ez mi? Ez is réz? Az aprókat belerakom, hogy menjen frankon. Oké. Kivesszük belőle az öregét. Oké. Meg ezt is. És ez jó is, hogy kivettem, mert ez mehet bele, azt hiszem, pont ebbe. Ez meg nem áll túl jól. Nem itt a vasrudak készülnek. Várjál csak, akkor ebbe rakom bele, mert ebbe sokkal több kell szerintem. Jó, itt ki is tudom venni belőle. Ja, ki? Ó, de jó. Én itt járkálok körbe, mint az idióta. Na, rakjunk ebbe is öntvényt. Nem tudok? Nem nagyon. Mert csak rézöntvényem van sajnos. Lehet, hogy le kéne állnom a réz öntvénykészítéssel. Mert igazából abból most nem kéne olyan sok, annyi van, mint a szemét. Ja, lehet, hogy azt csináljuk, hogy ide kirakom a rézöntvényt, itt is van egy kicsi. Ezt is kivesszük, meg ezt is. Ezt át kéne állítanunk, ha rájövök, hogy hogyan. Gyártás? Recept kiválasztása, igen, legyen ez. És rakunk bele ilyet, és akkor itt is vasöntvényt csinálunk, mert most arra van szükségünk, főleg. Mindenesetre azért csinálok ilyen húzalt itt magamba. Jó sok húzalt. Azt hiszem, az kell majd a fejlesztéshez, gondolom, de mindjárt kiderül. Meg egy 90-et, és még egyszer ránézünk a fejlesztésekre. Ja, nem annyira ezékel majd, még kábelt kell csinálnom, de az is van bőven, úgyhogy... De azért csinálok egy keveset. Akkor egy kis hangot a játékra, hát ha jobban halljátok. Így, jó. Na, belerakjuk akkor... Ezt a mérföldkövet kiválasztjuk. Berakjuk ezt. Ez mi ez? Vaslemez 80. Hát ezt is bele tudjuk rakni. Meg az egy nyomvat cementemet is belerakjuk. És most van annyi helyem szerintem, hogy le tudok menni a... Lemegyek a kőbányámba. Opszá. Opszá, opszá. Kiszedjük a köveket, mert van itt bőven. Hadd menjenek. Ó, ez igen, ez már mennyiség azért. És az a kérdés, hogy itt föl tudok-e kapaszkodni, vagy nem. Na, itt föl lehet menni biztos. Aha, fönt vagyok. Nem egy vészes dolog. És akkor ebből csinálunk cementet akkor manuálisan. Vagy betont. Mert az kelleni fog sok. Ebből mind-mind betont csinálunk. Jó, annyi elég is szerintem a fejlesztéshez. Ezt bekérjük. Így.
Meg is van a mérföldkő. Következő. Na végre ott a bányagép. Ebbe is kell cement, meg izé. Jó. Ezt ki kéne választani. You have unlocked building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. Uh-huh. Ninth objective, complete hub upgrade 5. Note, portable miners cannot be connected to conveyor belts. Jó, az most egyedül még nem érdekel. A bányagép az fontos lenne. És a konténer is egyébként. Na mindjárt befejezi a magyarázást, addig gyártok ilyeneket. Ugye, hogyha meg lesz a bányagépem, akkor, illetve a tárolóm, akkor gyakorlatilag tudok automatizálni, mert futószalagom van. A receptekkel nagyjából képben vagyok, vagy hát megvannak. Úgyhogy jók leszünk, jók leszünk. Mivel nincsen most semmilyen más ilyen fabrikátorom, ami mondjuk cement vagy beton tudná előállítani, ezért legyártom kézzel gyorsan. Annyit teszünk még, hogyha ezek itt lerohadtak, netántán. Aha, abba rakunk ilyet. Meg ebbe is. Most nem megy, nem nagyon. Kell bele raknom fűjet. Ez mi ez? Az nem. A biomasszát még mindig nem tudom csinálni egyébként. Szóval, hol tudom azt előállítani ahhoz? Lehet, hogy valami más fejlesztés kell, mi? Na, milyen épületek vannak? Hadd nézzem szépen itt a környéket. Van egy hub. Ja, ez nem az. Ugye, mert van valahol munkapad és azé, ahol a tudományokat fejleszgetem ki. Az is kellhet majd. Vagy azt itt bent kell? Esetleg nem. Ez mi az? Oh, oké. Okay. WC az van. Hát, pedig itt más opcióm nincsen. Hátul is. Semmi. Jó van. Itt sincs újabb a nap alatt. Akkor nem tudom, itt újabb izé mérföldkövem nincsen sajnos. Ki kell választanom egy mérföldkövet. Ugye van az a bányagép, vagy a tároló konténer. Ez meg ilyen leltárhely. Aha. Hát legyen a bányagép talán, nem? Legyen az. Üsse kavics, betont azt tudunk beletenni, ebből is egy keveset, meg ebből is. Valamennyi kábelt gyorsan legyártunk. Ez mondjuk még pont kevés szerintem. Igen, egy picit kevés. De már hozunk is neki ilyet. Annyi van, mint a szemét. Mit raktam bele, várjál? Ahhoz húzal kell? Ez miből van? Ja, húzalból van, akkor ez a baja. Elfogyott a húzalom. Hát senki annyit, hogy egy 20-at le tudjak gyártani, hogy ne legyen ilyen pangás a kábelből, és akkor nincs gond. Ja. No. Mehet bele akkor ez is, és akkor ezt a fejlesztést is behúzzuk. Jó. Végre itt a biomassa. Aha. Az űrlift. Megkaptam a izét is. Lehet, hogy akkor megkaptam az egész cuccot. Jó. Hát itt nincsenek más opciók, úgyhogy én ezt kiválasztom. Cement az még mindig van. Ez mi ez? Vaslemez? Rúd. Vaslemez. Oké. Okay. Mennyi izé kellett bele? 100. You have unlocked building miner mark 1. Building storage container. Hub feature additional biomass burner.
Jó lesz. Ez már az utolsó ilyen kézi gyártás kb. Utána át tudom venni normálisra tempót. Akkor nekiállunk, azt a gyártunk mindenfélét. Mert most már tudok bányagépet is csinálni, hogy felszedhetjük a vackainkat. Ebből berakom a 100-at, az jó van. Oké, ez mehet bele. Jó. Hát szerintem a biomasszát azt most még nem tudom ezzel megcsinálni. Ezt a keveset berakom, meg ezt is. Muszáj. Nem úszom mög. Jó, így. Ezzel el lesz egy darabig a rendszerünk. 46-ot kivesszük belőle. Hát ebben csak egy van? Ó, basszus. Na jó. Ki kell szedjen minden a öntvény. Öntvény. Kipótoljuk ezt is, meg ezt is. Majd jó, hogy innen is lehet pakolni, hogy etetni a cuccot, ez tök jó. Na ebbe van most 14. Akkor 40-et belerakunk. Ebbe pedig lehetne akár 100-at is rakni. Hát oké, mehet. Ezt még ki tudom húzni, vagy ezt már nem, már nem. Ja, onnan kivettem volna. Nincs is benne sok egyébként. Jó. Beszórjuk ide. Nézzük csak, azt mondja, hogy 64. Alakul ez, meg ez is, jó. Igen, hát kell sok ilyen vackot nyomatnom még. Mondjuk ezt is tudnék. Lehet, hogy itt is kéne egy kevesset. Hát jó, addig amíg dolgoznak a gépek, addig én is dolgozok. Hamarabb megleszünk, hogyha én is csinálok valamennyit. Mondjuk egy 100 vasrudat össze tudok hozni. Akkor az úgy jó lesz. Akkor azzal már tutira meg lesz a fejlesztés. Elnyomom ezt a maradékot. Úgyis sok a izé, sok egyébként a vasam, mert három gép megint állott a bányánál. De azokat már lehet, hogy nem kell így ilyen módon hasznosítanom. Jó, ez így jó lesz, 50 is megjárja. Ez gyorsabban készül. Jó, hát a lemezek azok gyártódnak, az jó lesz. Oké. Na pattintsuk bele akkor ezt is. A francba. Melyik kell? 6 darab? Ó, hogy puposodjál meg. Pont 6. Melyik az? Ja, ezt kell csinálnom. Jó van, csináljuk akkor. Hogy valamennyi vasodunk is legyen, azért még gyártok egy picit. Fölmenjük egy 20-ra. Biztos, ami biztos. Így. Legyártom ezt a 20-at, utána meg kibelezzük a gépeket, mert szerintem már lesz annyi vaslemezünk, amennyi kell a fejlesztéshez. El is futok akkor ide. Itt azért ránézünk erre, mert ezt is kéne etetni. Ebbe rakunk mindenfélét. Ez is vas? Nem, ez réz. Ez réz. 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 Jó. Itt mi a szitu? Ajaj. El kell futnom az ékért, a gépekért. Gyorsan kipucoljuk ezeket. Lehet, hogy még egyet tudtok termelni itt közbe. Oké. Pont jókor érkeztem, mi? Egy, né. Szuper. Ez is leállt. Ja, nincs benne cucc. Mehet bele akkor ez, meg ezt full fölnyomjuk 100-ra. Meg ezt is, jó. Ebből kivesszük a 30-at, ebből meg a 46-ot, jó. Nagyon kis jó megy most itt a dolog. Attól tartok, hogy
Ó, lehet, hogy elég lesz. Ó, elég. Mehet is a fejlesztés. Na ez az, hatos hub. Oké. Meg van tisztítva. Most viszont... Ó, mi történt? Congratulations, you succeeded in every provided task. Jön a izé? Ja, ez bugos. Ott jön. Ja, de most leszállt az űrhajó. Egy kis fakó szegény. Jó, mindegy. Azt csináljuk, hogy kiszedjük a biomasszát ebből. És... vagy hát... csinálunk belőle ilyet. Muszáj átalakítanom, mert itt sokkal-sokkal jobb lesz a helyzet. Úgy. Meg lehet, hogy a fából is azt csinálunk. Abból is tudok csinálni biomasszát, nem? Levelek, meg fa biomassa, ez is mehet. Gyerünk, gyerünk, ez az, szuper. Na, ez most már biomassa mennyiség. És ez már szerintem jobb lesz. Gondolom. Az mit jelent 6? Egy perc alatt 6-ot fogyaszt. 6,6-et fogyaszt el. Ó, az jó. Ebből lehet rakni többet, hogy csak 200-ig lehet pakolni, jó. Jó van ez. Le is rakom, hogy ne legyen nálam fölöslegesen, ez a sok biomassa. Ide berakjuk ni. 38. Némi fű is van itt még. Ez mi egyébként? Ja, kvarc. Virágok, meg ilyen gyümik. Itt vannak a gyümölcsök. Jó. Na, mi van még, amit le tudok rakni? Hát a többi az nem olyan. Oké. Bár itt még van némi réz. Ezt lerakhatom. Így. Jó. Most már azért sok mindenünk van ám. Van egy űrliftünk, azt nem tudom, hol fogom rakni. Fabrikátor kohóbányagép, nagyszerű. Biomassa generátor. Meg az MK1-es futószalag, ami 60 egységet tud percenként szállítani, ami teljesen jó. Jó. Hát akkor itt az idő. Itt az idő. Megfogjuk. Ez is szennyezett, meg ez is szennyezett. Jó. Jó, felveszük a bányagépeket. Ez az. És ide lerakunk egy MK1-es, mi ez itt? Ja, konténer, az is nagyszerű hír, végre van. Jó, nem tudok lerakni, mert kell hozzá vaslemez, de vaslemezünk van bőven, és a bányagép az meg pont jó, mert van nekem. Azt mondja, bányagép, oké, vaslemezet kivesszük innen, oké, és rakunk be ilyet. Ebből meg kivesszük a rudakat, így. És ez így szuper lesz. Na, ide már pattintom is le a kis masinériát. Jó, legyen így. Erre fele? Legyen erre fele. Hogy? Na, ez egy szennyezett bánya, úgyhogy a nagy kitermelés nem lesz 30 per perc. De ez valahogy lehet pimpelni, hogy kicsit jobban termeljen ilyen energiaszilánkokkal, amik nekem még elég feature. Kategóriás dolgok. Áram sincsen, úgyhogy az majd itt jelenik meg. Jó, majd kap áramot. De most összerakjuk a sort. Összerakjuk a sort. Kipakolok ezekből is, mert ezeket csak leszedem innen, és akkor mindenki vidám lesz. Hát ebből is kivesszük így. Maradékot legyártjuk, aztán utána pucolom csak ki. Bár mindegy, mégis le lehet bontani így is, mert... ja, mindegy, megvárjuk akkor már. Gyere, gyere. Erről van szó. Oké, kiszedjük belőle. Ez még 6-ot gyárt, aztán ezt is kiszedjük. És azon gondolkodok, hogy lehet, hogy mind a kettőt be kéne indítanom, mert... ugye mind a kettő ilyen... kicsit ilyen gyépés bányám, tehát nem egy ilyen nagy hozamú valami.
Na, hogyan kell? Lefel. Lebont. Oké. Okay. Ezt a póznát is lebonthatjuk. Nagyszerű. Milyen csend lett. Ja, hogy igen. Mindjárt megoldjuk, hogy azok azért menjenek addig. Így. Hülye vagyok. Így. Jó, azok gyárthatnak végül is. Te is nyomadhatod a vasítéket. Nyugodtan, meg te is. Te is nyomadhatod őket így. Mi ez a... Ja, hogy megkaptam a következőt, igen. Ezt jól lenne megértenem pontosan. Azt mondja, hogy ez a kapacitásunk, ez a 20. Majd ezt meg kell néznem, hogy hogyan van. Ha lekapcsolom az izét, akkor ugye ezek visszaesnek. Aha, ez a production, oké. Okay. Ja, jó. Tehát ez amit aktuálisan használunk föl, ez amit maximálisan most el tudok használni, vélhetően. Nem ezt akartam, hanem ezt. Tehát 8-at használunk, nem mindjárt nézzük ám, mert ezek is megmondják, hogy mennyit használnak biztos. Aha, 4 megawatt. 4 megawatt, az 8 megawatt a productionünk, igen. A max productionünk is annyit használunk is. Tehát a max és a production. Ez lehet a jelenlegi... Majd meglátjuk, hogy mi történik, hogyha leállnak a gépek, akkor melyik esik vissza. De az biztos, hogy 20 megawattot tudok termelni. Az a maximum, amit ki tudok préselni a rendszerből jelenleg. Úgyhogy, ja, így jó lesz. Na, úgy csináljuk a kis gyáramat, vagy hát az első ilyen kis kezdeményt, hogy szerintem lehet, hogy rakok egy tároló konténert az ércnek is. Arra gondoltam. És mi lenne, hogyha mind a két bányagép menne? Ha két bányagépet csinálnák, akkor 60-at tudnák percenként termelni. 60. Vasat, ha két bányagéppel üzemeltetnék itt dolgokat. A bányagép az mennyit fogyaszt, mert ugye 20-unk van. 5 megawattot fogyaszt, tehát két bányagép, az már 10-et meg is enne. Ja. Hát tudok csinálni bioerőművet, tehát az végig is annyira nem vészes dolog. Csak lehet, hogy most még nagy képű lenne itt ilyenekkel ügyködnöm. Vagy csak dolgozzam fel ezt a 30-at, ami kijön belőle? Jó a kérdés. Jó, most lehet, hogy nem szórakoznék azével a puffereléseit. Csak a végét eltárolnám. Mert a 30-at azt lehet, hogy föl... Mindjárt megnézzük, várjatok. A gyártást, nem, de egy kohó kell, ha lerakok egy kohót, mondjuk, mihez méri ezt így? Itt egy kohó. A kohóban, mondjuk, hogyha a vasöntvényt csinálok, igen, 30-at csinál percenként. Ez teljesen jó szerintem. Ez annyit termel. Percenként, tehát itt nem, ott annyira nem kéne pufferelni. Jó. És akkor lesz nekünk... vasúrat meg 15-öt tudok percenként csinálni, mert ebből mi, hogyan van ez? Egy az egybe csinálja. Aha! Az azt jelenti... Ohó, az föl tudja dolgozni. 30-at tud percenként. Ez egy az egybe föl tudja dolgozni. Igen. Ez meg 15-öt tud percenként.
Akkor két lehet, hogy akkor két ilyen gép kéne, hogy csövet készítsek, mert akkor gyakorlatilag lenne 30 csövem percenként. Elvileg. Csak jó sok energiámba kerülne. Az biztos. Mert ez meg 20-at csinál percenként, de ugye itt 3 vasöntvény. Megy. 3 vasöntvény. 30 per perc. Na várjál. De berakom ezt a cuccot ennek a végébe. Egyelőre csak próbakép, hogy mit csinálnak ezek itten. Így. Megadom neki, hogy ebbe akkor készüljön vaslemez. Így. Ó, ma autót is ide jöttek ezek a MK1-es vackok. Jó fele futja. Ez nem is változik, nagyszerű. Ezt is befuttatjuk ebbe. Oké. Jó. Jó, és akkor... Akkor ezt pedig mondjuk berakjuk a konténerembe. Amit mindjárt kitalálok, hova a retekbe rakok, mert itt eléggé szűkös a hely. Azt mondja, hogy nézzünk akkor egy konténert a szervezésből. Ott lehetne belepakolni, de melléje nem nagyon fér el sajnos. Na mondjuk ide tudom rakni jó közel hozzá. Ez így most annyira nem menő, nem? Vagy szeret ezt hozni hármas? Nem annyira. Nem a Q, hanem az R. Nem is az R, hanem az F. Jó. Na nézzük meg akkor még egyszer. Q és ilyen konténer kell nekem. Nem egyenes ez a vacok. Így. Itt lenne jó, csak oda nem lehet rakni, basszus. Ja, de én voltam a hüle. Elvileg így van szembe vele. Ez elég szűkös, de így most bele tudok cuccolni szerintem. Jó. Nekem jó az, hogy így van. Nincs ezzel semmi baj. Kicsit szűkös, de majd úgyis át kell alakítanom. Jó. Hát igen. Ugye itt 30 öntvény érkezik percenként. És abból tud csinálni 20 lemezt. Tudjuk, hogy ez itt akadozni fog-e vagy sem. Mindenképpen kap egy oszlopot. Azt mondja, hogy erre 4-et lehet rákötni, tehát úgy lesz majd megoldva, hogy ezt ide lebököm. Így. És nem tudom, van-e nálam annyi cucc. Úgy. Ide nem lehet bekötni. Ja, mert van már körbe, várja. Ezt kikötjük, meg azt is. És ide kötjük be ezt. Nem is, kell még egy oszlop. Egyes, ide. Erről a ide. Úgy. Ja, így, és akkor ezt pedig ide. Ha minden igaz, akkor elindul a folyamat. Ezért azt bírjuk még, szerintem. Aha. Ez 3 megawatt. 5,2. Ugye itt jönnek a vackok, azt rögtön föl is dolgozzuk.
Akadozni nagyon nem fog a dolog szerintem. Mert ugye a vasöntvény tudja fogadni 30 per perc. A recept van a gyártásban. Itt ezt még nem lehet állítgatni. Itt lehet állítgatni ilyen paramétereket, de lehet, hogy azt majd csak később tudom állítgatni. Ugye vissza lehetne venni a teljesítményből, meg ilyenekből, rémlik ilyesmi. Jó, ez nem akadozik, ez folyamatos itt a gyártás, a lemezgyártás. És olyan sokat nem is eszünk. 13-at, most mondjuk maximum megy. Kell egy, illetve lehet, hogy ezt is el kell indítanom. És akkor minden jóra fordul. Ja. Megcsinálom a másik oldalt is, hogy tudjunk gyártani a francokat, csöveket is emellett, és akkor úgy már jó lesz. Úgy már jó lesz a... Akkor kell még egy bioerőmű is melléje. Na nézzük, legyen akkor egy bányagép ide is. Piff, oké. Ez itt teljesen rendben van. Ott kell áthoznom még egy oszlopot majd, de mindegy eset, itt is megcsináljuk a kohót. Na, jól vazgassunk egyet. Még egy kohót, igen. Hát ide rögtön. Rögtön bele kéne valahogy járatnom. Ez így jó. Hát elég közel raktam. Elég közel raktam, kicsit távolabb rakom azért. És hagytam egy pici helyet. Ja, így kell valahogy így. Oké. De már bel is rakjuk ezt az MK1-es ezért. Oké. Ebbe kell-e valamit beállítanom? Igen, vasöntvény, az biztos. Ugye ezt tudjuk, hogy ez is 30-as. Az jó. Oké, akkor ide jöhet a másik gyár, azt már le is pattintom. Nincs itt akadozás, ebből jön szépen, hogy folyamatos a gyártás. Folyamatos a gyártás. És gondolom azért gyűlik is, ja. Jó. Ezt is felszedem. Meg ezt is. Oké, így. Lett most anyagunk. Ide jöhet akkor egy gyár, egy fabrikátor. Na és ezt hogyan tudom? Hol van ennek az ajtaja? Itt nincs segédvonal? Nem nagyon. Nem nagyon támogassa. Na mindegy, megpróbáljuk akkor manuál-e. De elég szarul néz ki, várjunk. Akkor mégiscsak keresnem kell azt a segédvonalat. Mert az ott lesz az, csak nem abszolút rosszul húztam be. Aha, itt a segédvonal. Jó. Így. Akkor most jöhet a... ez. Aha, így most egy kicsit olyan jó képűbb. Azt mondja, gyártás vasrud. Oké, a vasrud nem mi a szitu? És 15 per... perc, de az mondjuk egyesével gyártja. Hoppá! De ez 15-öt tud fogadni, akkor itt viszont megakadna erre. Lehet, hogy kettőt kell beraknom. Akkor ez így nem is jó. Ezt a futószalagot? Ja, így. Okay. De ahhoz meg osztó kéne, amit én nem tudok csinálni még szerintem. Nem tudok osztót csinálni. Űrlift az van. Logisztikánál. Ah, akkor meg kell néznem megint a... amiasztot. Várjál, csak a biomasszát magamhoz veszem, mert... be kell üzemelnem megint szerintem majd.
Na itt mi van? Azt mondja, alapzatépítés, ez jó dolog. Logisztika. Ó, ez kell nekem. A logisztika kell. Úgyhogy ezt be is húzzuk. 300 ilyen nyavaja? Ó, bakker. Ebből ilyen sok van. Hm, az jó. Ó, az összes vaslemezen belemegyni. Ezt meg kell csinálnom, mert oda kell. Ezt is elvisszük. Ezt beleszórjuk. Nincs mit tenni. 300 izé? Már van annyi. Egyébként itt 94 van, de hát szerintem simaliba. Mondjuk jó lenne ezt izébe gyártani, nem kézbe, de ők se kavics. Lehet, hogy le tudok gyártani 300-at. Úgyis a rezet is be kell majd húznom. A részgyártást. Mennyi ez? 68? Nem, mondjuk ebből összejön hamar azért a 300, ezzel nem lesz olyan nagy vész. Ezt le is gyártom, muszáj, mert ott kell egy osztó, mert hogyha csak egy darab gyárat rakok be a csőnek, akkor ott pazarlom az energiákat. Sajnos. Mert ugye 30 öntvény jön, és csak 15-öt tud kezelni percenként egy darab ilyen fabrikátor. Tehát ha kettőt rakok, akkor minden 36-at le tudja kezelni, akkor nem fog akadozni, akkor frankon optimalizálva lesz. Ja, legalábbis így gondolom. De majd kijavítotok, ha nem. Ezt most legyártom kézbe, mert muszáj ez a fejlesztés. Meglegyen. És akkor jó, elcseszem az összes rezemet kb. De hát végig is nem cseszem el, mert ezek fontos. Fejlesztése. Gyerünk, gyerünk. Ezt a mákos mindenemet oda nézzetek. Pont kijött. 300, ez elég. És ez ilyen? Ez már ilyen űrhajós fajta. És eltűnik. Milyen kis bugos. Majd rendbe kell. Aki már 39 már jött is belőle, az nem rossz. Elröpült. No. Viszont a mérföldkövet megkaptam. Vagy nem. Megkaptam. Mi ez az ada? Ja, ő írogat, oké. Futószalag elosztó. Elosztó kell nekem ez. Ez kell nékem. Pontosan ketté kell osszam. El kell forgassam valahogy. Az nem ez volt. Ez az. Jött a bemenete neki. Így. Így talán, ja. Vagy mi ez, várjál? Futószalag. De ez ott is bemenet van rajt, basszus. Mindenhol bemenet van. Ez egyesítő, nem jót nézek. Elosztó, ez az, ez kell nekem, igen. Egy bemenet. Így. Jó, nekem így, hogyha... Azt mondod, hogy ez így jó, ide bepattintjuk akkor a hármassal a... Ez jó, ugye ez is itt 35, oké. És akkor ketté csapjuk ezt két gyárba. Két gyárba. Valahogy ide kéne hozzam a másik mellé, úgyhogy ide fogok tenni még egy ilyen konténert egyelőre. Hogy valahogy ide tudjam hozni, így. De befér egyébként. Csak azt nem tudom, hogy oda elfér-e. Jó, valahogy így teszem le akkor, és akkor el tudok futkosni. Legyen így. Ide tudok majd bepakolni, jó. Ez ilyen hülye lesz. Megcsinálom, de nem olyan rossz. Na, akkor jöhet a gyár. A gyártás. A fabrikátorból akkor kettőt kéne. Hátulról fogom nézni. Hol van az a nyomorék? Ja, itt az egyik. Oké. Mégis az egyik oldalon itt kijöhet így. Most nem látom a segédvonalkámat.
De már sose lesz segédvonalka? Vagy hol az ajta? Itt az ajta jönnek, né? Gyerakom magam elé. Akkor ez nem olyan rossz így. Ebbe bele kéne találjak. Ez egy érdekes... érdekes lerakás lett. Na várjál. Ezt gondoljuk csak át újra. Q. Fabrikátor. Így egyenesni. Na jó. Mondjuk így. Ez így nem olyan rossz. Ezt meg ide kéne raknom mellé, csak nincs elég valamim. Kettő darab olyan nyomorék lemezke kéne. Jó, ezt itt talán be tudom kötni. Igen, be. És akkor ebbe rakunk olyat, hogy vasrud. Jó, hát ide visszakötjük majd ebbe. Milestone exchange concluded. Fix it freighter re-entry complete. Visszatért az űrhajón, visszatért, jó. Oké, akkor most melyek ezt gyártok ilyen nyavajatörést. Ó, 120 ilyen, azt kivesszük, ez kellhet. Tudok csinálni? Kettőt pont tudok. Ja, mert annyi izén vasam van, vagy ilyen csavarom. Nem baj, jó ez így. Oké, és oké. Jöhet a másik izé fabrikátor, így most le tudom rakni legalább. Így. Itt is beállítjuk, hogy vasrud, ahogy. Nice. Hát és akkor, ja, ezt pedig akkor úgy csináljuk meg, hogy mondjuk így. Nagyszerű. Ezen bemegy oda. Pontosan a fele. És akkor itt, hogyha mákon van, akkor elférek. Egy ilyen egyesítővel. Ha nem, akkor beszívtam, mert akkor itt össze... azt mondja, futószalag egyesítő. Ijj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 
Hogyan van az, mindenhonnan tud jönni az egyesítő? Vagy hogy van ez, kérem? Na várjál. Ide kéne pedig valahogy a kettő, de ennek bele kéne tudjon futni abba, de... Ez nem igazán fog bele tudni futni. Ha csak... Itt nagy vidám park lesz, már látom. Itt lesz vidám park, mire ez ide beér. Várjunk. Hogyan tudnám ezt a legjobban megcsinálni? Lehet, hogy akkor mégse így lesz. Ezt le kell bontsam. És ezt a vidám park részletet is, meg ezt is. És akkor újra tervezés. Ide kell raknom a másik fabrikátort. Ó, van egy ilyen teherliftem is már, az szuper. Az jó hír. Így, mondjuk. Jó, legyen így. Ide bepattintjuk. Oké. Okay. Jó, és akkor ezt is átállítjuk vasúdra. Jó, most van úgy, hogy már nagyjából jó. És akkor valamit kéne ködösítenünk. Nézzük még egyszer, tehát akkor egyesítés, oké. Okay. Ennek van egy kimenete, ami kell nekem ide fele. Valahogy így, hogy mit tudom én ennek. Így talán így. Mondjuk, hát innen talán be tud fordulni, ha ide rakom. Nem biztos, de lehet. Megnézzük. Azt mondja, ha innen nem tud, akkor még egy kicsit hátrébb kell rakjam.
Még egy kicsit hátrébb kell rakjam. Jó, legyen így. Így már talán jó lesz. Ebbe biztos be tudom kötni a hármast. Jó, ez bemegy abba, az így szuper. Ez pedig bemegy oda, ez is jó. És ezt meg oda kötjük. Na, ez így most jó. Ugye fölmászok egy kicsit a izére a tetejére, megnézem a Vidám Park, hogy sikerült. De annyira nem vészes a dolog, szerintem ez így jó. Biztos meg tudtam volna jobban is csinálni. Hát igen, mondjuk, hogyha arra fele vittem volna el, az lehet, hogy szerencsésebb lett volna. Oda a másik mellé rakom le a fabrikátort, akkor itt középen nagyobb helyen maradt volna. Ja, egyébként igen. Oda mellé, és akkor itt... Aha, lehet, hogy ezt meg is csinálom, mert az úgy kulturáltabb. Most még bőven belefér az időnkbe is, meg mindenbe is, meg el se indult a kész a szerkezet, úgyhogy... Akkor ezt itt megszüntetjük, meg ezt a nyúlványt, így. Ni, és akkor most jöhet egy újabb fabrikátor lerakás. Megpróbálom így hozzáigazítani, csak így konya szögbe is. Hát kb. Így, ja. Ja, csak fordítva ugye, az fontos. Van valami, ami ezt tudom illeszteni, vagy itt esélytelen? Hátul esetleg. Hát nem is egyenes, na most. Jó, figyelj, így jó lesz. Hát annyira nem. Annyira mégse lett jó. Na még egyszer. Én akkor megint elferdül, gondolom, mi? Még néha bead egy ilyen vonalat, hogy úgy vannak jól. Így vannak jól ezek? Ja, így van jól. Igen, végülis igen. Oké. Okay. Na, akkor most ezt bekötjük oda. Így, így. Ez így fasza lesz. Vasrud. Oké, okay. Az meg, az is vasrud, ugye? Vasrud, szuper. Ez kulturáltabb lesz, úgy nézem. Jó, és akkor ide jön az egyesítő. Egyesítő. Így. Szuper. Ugye ebben van egy bemenetünk. Egy kimenet errefele. Bene tudja, hogy... Aha, ez így elvileg jó. Akkor legyen így. Ha így jó, akkor legyen így. Hármas. Ó, ez simán beérkezett. Lejövünk itt is valahogy így mondjuk. Ez egyenes. És akkor... Várjál, és akkor innen meg tudnék, úgyhogy... Így, ja, ezt akartam. Oké. Okay. Ez így nagyon jól néz ki. Jónak tűnik. És hogyha azt fölraknám a tetejére, az nem is lenne annyira ördögtől való szerintem. Azt mondja, hogy F. Akkor egy ilyen tároló edény kémet, azt fölrakom a tetejére. Elvileg azt lehet stackelni őket, ha jól emlékszem, akkor lehet. Aha, ott is van. Csak így kéne, hogy legyen, így. Nagyon jó, nagyon jó. És akkor abba rakom bele ezt majd. Remélem, hogy innen föl tudom húzni annyira, amennyire akarom. Itt akkor rögzítem is egyszer. Így. Jó. Ha valahol itt lesz akkor egy ilyen... Ezt egyenesen visszük, amennyire tudom. Így. Ez így nagyon jó, és akkor onnan már szerintem csak beküldjük oda, hogy ez így teljesen
kényelmes, be tudok menni a bányáimhoz, és akkor minden jó. Oké. Okay. Na most az áram. Áram kérdés. Át kéne hoznom az áramot is valahogyan ide. Ugye hármat tudok erre a nyomorékra rácsatlakoztatni. Se, valami nincs, húzalom nincs. Csináljunk húzalt. Azt mondja a húzalt. Húzalt nem tudok csinálni. Ha csak, de van. Még jó. Jó, csináljunk egy csomó húzalt. 234-et mondjuk nem csinálunk, de egy jó párat csinálunk azért. Hű, bár 50 perc. Hogy szabad ebbe a játékba az idő? De most már meg lesz az alapgyártásunk, ami tök jó dolog. Jó. Cement még van 5 darab. Tehát is be kell állítanom a... vagy be kell indítanom majd azt is. A gyártását. A cementnek, meg az ilyesminek. Oké. Ide rakunk egyet, az biztos. Meg valahogy ide kell hoznunk még egyet, hogy a két fabrikátort is meg tudjuk hajtani. Ennek ott vannak az áramizéjét, tehát valahogy ide tesszük mi. Mondjuk ide. Ja, így. És akkor még elférünk a izénél is. Ja. Akkor valahogy hozunk ide áramot. Ebből még lehet? Lehet, szuper. Így ez... ez egész jó, oké. Most le fogja dobni a láncot szerintem. Az egyik fabrikátor az elindulhatott volna mondjuk. Azt mondja egy oda. Meg egy oda. Így elvileg minden áram alatt van. Benne tudja, hogy milyen az áram kihasználásunk. 18,3, nagyon a csúcsra vagyunk járatva. Le is cseszte a biztosítékot. Az azt jelenti, hogy ebbe 75 van, ebbe belerakjuk a 30-et, és ezt is beröffentjük ni. És rácsatlakoztatjuk ezt is azért a hálózatra, így. Mondjuk így is csak úgy, ennyit tudunk, opá. Levertem félig a mikrofonomat. A hangom van a francba, most nem tudom meghúzni. Így, talán jó lesz. Egy kicsit gépészkedek, elnézést. Na. Újra jó. Ja, megy mind a kettő, de nem termel 40-et. Ez off-on van. És off-on van. Húzd meg a kartot. Ja. Na most. Hát ez megint le fogja csapkodni. Vagy nem. Na most jó, most beállt 40-re, oké. Hát ez lehet a pillanatnyi fogyasztásunk. Hát ez most nagyon penge, ami van itt, de elvileg most maxon gyártjuk a dolgokat. Most nem tudom, hogy mi történik, nem igen jönnek a csöveim. Hogy most kezdtek el még csak vándorolni a csövek oda? Ja, jó, elindultak a csövek is. Most elvileg 30 van percenként csőből, meg elvileg ebből is 30 van percenként. Nem, ebből 20 van percenként. Ja, a vaslemezből. Oké. Okay. Hát is kell csinálnom biomassa erőművet. Az tuti. Itt van, biomassa generátort. Ez tud csinálni 30 megawattot nekünk. Ami kelleni is fog. Hol van ennek az etetője? Valahogy így van az etetője. Hát jó, akkor itt lesz egy kis ilyen biomassa generátorunk is. Kell, hogy csináljunk ide párat. Valahogy ide oldalt elkezdem őket lerakosgatni. Jó.
Ide is rakunk egy oszlopot neki. Vagy pont nem tudom bekötni már. Abba még viszont be tudjuk, és akkor úgy már jó lesz. Ide, így. Valahogy így a szélén van, így. Okay. Ja, akkor ebbe bekötjük azt. Nincs villanyvezetékem. Francba. Éreztem, hogy valami hiányzik. Nyomjunk pár vezetéket, egy tizet. Többet nem is tudok, mert annyi van kb. Pont. Na mindegy, abba be tudunk még... Nem, abba se tudunk. Ebbe se tudunk bekötni, bakker. Az király, egyébként. Na jó. De mázenk sincsen. Jaj. Na mit tudok kikapcsolni addig? Várjunk csak, ha innen kiveszem. Ha innen kiveszem azt. Olyan tudom bekötni a legegyszerűbben a dolgot. Vagy ha ezt leveszem, akkor lecsapja a retekbe, nem? Hát. Jó. Akkor azt csináljuk, hogy ide rakunk egy zölöpöt. Valahol ide mondjuk, így. Azzal egy vonalba mondjuk, valahol ide. Így. Oké. Okay. Azt mondja, hogy... kettes. Onnan biztos bekötünk. Egyet ide. Meg egyet oda. Ezt meg összekötjük. Így. Csak egyel még tovább tudunk jönni. Valószínűleg nem tudok több oszlopot látni, nincs pénzem. Oké. Okay. Viszont visszakapcsolhatjuk az áramot. Vagy megy is már? Nem még. Vissza kell húznom. Oké. Okay. Jó. Ez pedig rá fog telni még egy kicsit majd a cuccokra, hogyha szedek egy kis gingert, hogy ezt is be tudjuk röffenteni. Hát egy 500-at kéne. 100 ilyen ginger kell. Bokor és egyéb jóság. Nagyon gyorsan szeret kapkodni szerencsére. Ilyeneket, nem annyira vészes. Annyinél járunk, hol vannak a gingáim? 147. 147-et sikerült eddig összeszednem. Ó, jaj. Potyogtam itt lefele. Elhozom már akkor ezet is. Itt úgyis lesznek. Visszatermett a dög? Vagy ez nem szokott? Nem szokott, jó. Ezt itt megfutjuk, még itt vannak bokrocskák, ezeket lecsapkodjuk. A bokrok mögül szoktak elő tűnni ezek a gonosz lények, akik meg akarnak engem enni. Volt sok bokorka. Ó, ez jó. Itt volt bőven. Na jó, ennyi elég lesz. Hazafutunk. Ebből csinálunk biomasszát. Ezünk van, helyünk nem sok. Hát egyet azért elviszek. Hoppá. Bár rézérc is van itt. Ezt kidobjuk, az biztos. Akkor ezt is el tudom vinni. Na mi van még? Ezt a négyet is kidobhatjuk. Úgy.
Na mi van még? Ezt a négyet is kidobhatjuk. Éppen azért így megérősebb részek meg lesznek. Na, nézzük még mit tudunk kidobni. Azt annyira nem dobnám ki, a két cementemet se. Más nem nagyon tudok. Ja. Jó, hát akkor így maradunk. Azok termelik akkor a egyéb vackokat. Most áll az egész, ha jól látom, vagy nem áll, vagy mi van most éppen? Nem. Megy a gyár, jó. Gyorsan legyártom a biomasszát. Aztán abba hagyom ám a sor, ezért az epizódot, mert már bazi hosszúra nyúltunk. Falevelek, mehet. Nincs elég tárhelyem, oké. Vettem. Akkor pakolászok lefele. Mik ezek? Vasérc. 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 Réz, 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 réz. Vasérc. Rézérc. Rézérc. Ez is rézérc. Jó, a többi az rézérc, így már van helyem. Akkor legyártjuk az összes biomasszát. Nem muszáj biomasszát csinálni belőle, mert ez jóval tovább ég, úgyhogy hasznosabb. Aztán hát majd idővel meggondolkodnunk kell a szénerőművön. Szerencsére itt azért van emlékem, hogy hol van a jó helye a szénerőműnek. Ebbe is bepattintjuk akkor a... A kérdés, hogy szükséges-e. Egyelőre kikapcsolhatom. Mert nincs nagyobb fogyasztásunk. Mi a francnak ketyegjén? Elmegy iszel minden így. Jó. Nem kapcsolom be. Nem kapcsolom be, jó ez így. Csak így ilyen biztonsági izébe legyen csak ott. Ezt oda fölhízlaljuk, meg ezt is fölhízlaljuk. Egy. Oké, és jó. Ez így most tök jó. Gyártjuk a... Oda néz, 200 ilyen, 200 olyan, sose volt ilyen sok magától, úgyhogy ez így teljesen király. Teljesen király. Akkor csinálok még egy manuális, vagy lehet, hogy keresek még egy lelőhelyet. Még egy lelőhelyet majd keresek, de az már nem biztos, hogy ebbe az epizód, de ugye megnézzük a vasércet. Azt mondja, hogy arra fele van 300, 170. 33 meg 43, oké. Okay. Hát arra fele vannak, de jó messze. 170 az nem olyan messze egyébként, de nincs is annyira közel. A következő ilyen lelőhelyünk. Most azon gondolkodok, hogy mi legyen a csavarokkal, mert ugye az kell még, az az egy ilyen dolog van, amit kéne gyártanunk. Ebből a vas öntvényből. Aztán rézre is rá kéne gyúrnunk egyébként. Kell csinálni, meg kell csinálni a rézsort is. Lehet, hogy inkább azt csinálom meg, mert mégis most annyi alapanyagunk van, hogyha nagyon kell, csavart elő tudok állítani, de hogyha valami fejlesztéshez kell, akkor természetesen majd beállítjuk a csavargyártást is. De addig minden esetre jó így, ahogy van. Milyen furcsa ez. Ilyen ívesen csináltam meg. Ki tudom váltani? Csak ha belenyúlok, lehet, hogy megtorpan. Föltellik. Hogy a fene tudja, lehet, hogy nem. Mert ha ezt egybe kötném, össze lehet jobban néz neki, mint így. Ahogy most csináltam meg. Nem mindegy, most ezen nem bajlódok azzal. Ja, akkor a következő epizódban a rézgyártást fogjuk beizzítani arrafele. Megoldjuk ott is kohóval, meg minden tökömmel. És valahogy azért ide hozzuk, hogy itt legyen a... Legalább való itt a konténere. Ezen a része, hogy a rézért is bármikor el tudjak így futni a
ami szükséges. Ugye részből kell csinálnom húzalt, meg vezetéket. Jó, tudom, azt a kettőt tudom most, igen. Húzalt, meg vezetéket. A húzal az is időből van, meg ez meg abból a húzalból, já. Hát ezt kitaláljuk majd, mert szerintem szeretnék vezetéket is gyártatni, meg húzalt is. Ha nem is nagy mennyiségben, de akarok automatizálni mind a kettőből. És akkor legalább mindenből lesz valamennyim. Ezek jók. Ezek, azt mondom, ezek egész jól termelnek. Így most, ahogy eddig voltak a kézi gyártással, ezek a holmiaim. És akkor utána meg még azé lesz, ami fontos, hogy fölhozzam a azé gyártást, vagy a betont azt legyártjuk ott lent, hogy valamit megoldunk meg bele. A bioasszát meg pakolászom le, ezeket a kis erőműveket ide föntre, aztán azzal rátermelek az áramunkra majd, hogy rendben legyen. De most egyelőre jelen állapotban ez a 40-30, ez teljesen jónak tűnik, itt nem áll meg, meg szépen megy is. Viszonylag jó mennyiségek vannak biomasszából benn, úgyhogy ez így tök jó. És nem akadozik, nem áll sehol a termelés. Szépen mennek a mindenhol szépen mennek a cuccok. Jó lesz ez. Az osztó is szépen működik, ja. De ez se nagyon áll, így folyamatosan dolgozik. Ja, folyamatosan megy, úgyhogy elég jól sikerült beállítani. Nincs lazsálás, nem állnak meg nincsenek ilyen hirtelen indulások. Na jól van. Akkor tehát a következő részben a rézgyártást fogjuk megoldani. Szerintem azt, igen. Aztán utána pedig a cement beton előállítás lesz majd a következő. Ó, az a web, ez kell nekem majd. Ó, ez jó sok csavar kell, úgyhogy meg a rézgyártás. Ezt már nem akarom kézzel legyártani, úgyhogy ja, az alapokat, ezeket majd megszerezzük, de most a terepkutatásra fogunk rámenni, szerintem. Ez mondjuk simább, de ehhez is kell a cement gyártás, vagy a betongyártás. Úgyhogy a terepkutatás lesz a következő fázis a részgyártás beállítása után. És nem vagyok benne biztos, de azért lehet, hogy mégiscsak megcsináljuk azt is majd, hogy elnézünk egy másik vasérszelő helyet is megpróbálunk kitermelni, hogy legyen egy rendes csavargyárunk is, ami úgy csak csavargyárt. És akkor abból is tudnék egy ilyen kis ládikát itt termeltetni. Kell akkor kézzel gyártanom. Na jól van, itt a naplementébe fölmegyek a kis hubnak a tetejére, aztán megnézzük még egyszer innen a vidámparkot. Egész kis konszolidált lett ahhoz képest, hogy ilyen kis kicsi területre hoztam össze. Egész kis konszolidált lett ez a gyártósor. És végre nem kell kézzel gyártogatnom. Jéz. Őnyeremény. De most majd hamar meg fogom csinálni azért a placot is, és ezt is bedobozoljuk. Ha pici gyár is lesz, de bedobozoljuk ide ezt a pici gyárat, hogy kulturáltan nézzen ki minél előbb. Na jól van, köszönöm a figyelmet, jó pihenést mindenkinek, jövök vissza hamarosan a folytatással. Sziasztok!